A Balassagyarmati Palóc Múzeum gyűjteményének legkülönlegesebb, legérdekesebb darabjaiból láthattak bemutatót az érdeklődők a Sárospataki Rákóczi Múzeum kávézójában. A műtárgyakat dr. Lengyel Ágnes, a múzeum igazgatója válogatta össze és mutatta be. A Palóc Múzeumnak három gyűjtőköre van jelenleg. A legerősebb, legjelentősebb a néprajzi anyagunk. Ezen kívül a volt megyeszékhely Balassagyarmat város története, a helytörténet, és a városhoz kötődő irodalmi nagyságok, Madách Imre és Mikszáth Kálmán. Kiállításaink szólnak, állandó és időszaki kiállítások ezekben a témákban. A Palóc Múzeum az egyesületi alapítású múzeumok közé sorolható. Az alapítás elsősorban Nagy Iván történész, genealógus nevéhez köthető. A tudós nem csak pénzbeli adományával, hanem nagyszámú gyűjteményével is megalapozta a múzeum létrejöttét, mely régészeti, néprajzi, érem és pénzgyűjteményekből állt. Az igazgatónő kiemelte, hogy náluk található az országban az első állandó szabadtéri gyűjtemény. Egy múzeum épület mögött található az ország első állandó szabadtéri gyűjteménye, a kis kanzenünk, amely a népi életmódot mutatja be a 18. század végére jellemzően. Dr. Tamás Edit, a Sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatója elmondta, hogy miben hasonlóak a Zemplén megyei és a Nógrád megyei települések történelmükben. Vidéki kis tájon elhelyezkedő múzeumként Nógrád sajátos táján alakult ez a múzeum, és ilyen szempontból hasonló, hiszen mi itt zempléniek is legalább olyan lokálpatriotizmussal, zempléni tudattal rendelkezünk, mint egy nógrádi, palócföldi, egy balassagyarmati, és aztán a 20. századi történelmünk itt a két területnek is sok hasonlóságot mutat, hiszen Zemplén megyét és Nógrád megyét is ketté vágta az országhatár, az újonnan meghúzott országhatár. Az igazgatónő elmondta, mivel a Palóc Múzeum is országos szintű gyűjteményekkel rendelkezik, ez indokolttá tette, hogy bekerüljön a Magyar Nemzeti Múzeum fenntartása alá. Bízik abban, hogy a jövőben a két múzeum szorosan tud majd együttműködni akár konferenciákon, akár vándorkiállítások fogadásában is.